Ben Vig beívelése után Udvardi combjáról a kapufára pattan a labda. Carlos indítását 4 perccel később egy szép mozdulattal Orosz teszi maga elé, és a cser sorozat végén a gólkirályságra is esélyes Váci csatár két tatabányai védő között Józsát is elfektetve lő a bal alsó sarokba. 1-0 Váciak javára. Szekeres szögletét követően egy ritkaság számba menő tatabányai kapura lövést hárít könnyedén Kosta. Nagy, Zombori, Kriska. A remek beadást követően éppen hogy lekésnek a Váci támadók. A 41. percben Nagy kitűnően ugratja ki Nyilast, Józsa a kitörő csatár elé vetődik, Kurmai játékvezető azonnal a 11-es pontra mutat, a kapust pedig kiállítja. Rákosi edző tehát kénytelen mezőnyjátékos helyett kapust behozni, így Szekerest Markó váltja fel. A büntetőt Orosz biztosan értékesíti. A félidő 2 gólos Váci előnnyel végződött. A második játékrész elején szinte percenként forgott veszélyben a tatabányai kapu. A szélvészgyors Zombori visszagúrított labdáját Járfás vágja ki Nyilas elől. Víg szögletét Szalai gurítja a jobb sarok mellé. Víg vezetgeti a labdát, majd távoli lövésre szánja el magát. Horváth előreadását Kriska tálalja Nyilas elé. Orosz sarokkal visszateszi, és az érkező Kriska lövése elsuhan a kapu előtt. A 64. percben láthatjuk a mérkőzés utolsó tatabányai helyzetét. Klaus 18 méteres lövését Kosta kitenyereli. Orosz egy csel után Carlos fejére ível, és a berobbanó Váci hátvéd a kapujából kilépő Markót találja el. Víg indítását Nyilas Orosz elé adja, végül a tatabányaiak üggyel bajjal mentenek. Zombori kerüli meg a Vácról igazolt Csimát, majd a földre huppan. A bírói döntésre legyintő Váci Dénes sárga lapot kap. Víg szabadrúgása után a kapufáról kipattanó labdát Horváth hátrahúzza, Orosz ollózva próbálkozik. Zombori pöccint Víg elé, az előreívelést pedig Szalai csúsztatja a jobb sarok mellé. Romanek vezeti a labdát, Víg elé játszik, aki átesik Járfáson, de átadása még eléri Nyilast. A fiatal csatár észreveszi a bal oldalon felfutó Horvátot, aki nem tétovázik, hanem hatalmas gólt lő a jobb felső sarokba. Ebben a szezonban hazai pályán utolsó gól, nagyon örülök, hogy nekem sikerült berúgni. Nem bizalom hiányban. Szenvedtem egy kicsit az ősz folyamán, mivel kieső csapatból jöttem. Itt azért jobb csapat volt, kicsit nagyobbak a követelmények. Mely követelményeknek eleget is tett a Vác, és ezzel a győzelemmel kedveskedtek mesterüknek, akit az évedzőjének választotta.